Október elején rendezték meg a Villányi Vörösbor Fesztivált, a Borvidék legnagyobb gasztronómiai buliját. 3 napon át tartott a borvárosban a felhőtlen mulatozás. Az esemény derűs hangulatát zenei produkciók, hagyományőrző bemutatók és a várva várt szüreti felvonulás biztosította. Ezen felül az érdeklődőket kulturális és gasztronómiai ingyenségek is várták. Természetesen az esemény legfőbb pontja a termelők legjobb borainak kóstolása volt. Összeállításunk a felvonás előtti percekben kezdődik. Sok évtizeddel ezelőtt kezdődött ennek a hagyománya, úgy, hogy 2 évente rendeztük meg, és hát először az volt, hogy a szőlészek ilyenkor a születek feléhez érkeznek el, és ilyenkor nem árt egy kis pihenés, egy fölkészülés a második időszakra. De hát valójában ez akkor még csak egy helyi házi kis ünnepség volt, ma már azt gondolom, hogy országos, sőt, most már mondhatom azt, hogy kicsit nemzetközivé nőtte ki magát, és hál' Istennek egyre nagyobb tömegek jönnek el ide, látogatnak ide, időjárás kitűnő, műsorok jók, úgyhogy csak fogjon a vörösbor. Bartóvel Félfikkal állandó résztvevője a Vörösbor Fesztiválnak. Ezzel szeretnénk megköszönni a villányi borászoknak, hogy az európai borda fesztiválokat támogatják, és hát a barátságunkat megerősíteni. És ki nem ivott, vegye fel a pohár, mert rád iszom éne kancsó bor, mert rád iszom éne bort. Van-e szebb, van-e jobb, mint az or, a paprika színére vár. Nyilván ének szóval tudunk mi hálálkodni, azzal tudunk fizetni, hogy így mondjam, tehát igen, énekünk bordalokat a felvonulás közben is, meg a színpadon is. Finomabbnál finomabb borokat tudnak kóstolni a kedves vendégek. Nagyon sok új borral készülnek már a villányi borászok. 2 slágerfajta van, az írsai olivér és az új rozé. De van, aki muszkátóton el, sőt, van, akinek ma új olasz rizlingje is van. De emellett, mivel ugye ez a Vörösbor Fesztivál, természetesen az esti órákban már mindenkinek a testes vörösborokat ajánljuk fogyasztásra. Badacsonyi Vínum Vulkánum Borlovagrend képviseletében vagyunk jelen Villányban. Mi már 12. éve nagyon szívesen járunk vissza. Nagyon jó hangulatú rendezvény, színvonalas, remek vendéglátókkal, és hát kiváló vörösborokkal. Ezt mi a Balaton felvidéken különösen tudjuk értékelni, mert ugye nekünk is vannak szép vörösboraink, de elsősorban fehérboros vidék vagyunk, itt pedig különösen nagy tételeket tudunk megkóstolni, és még egyszer mondom, szívesen látjuk vissza a villányokat nálunk Badacsonyban. Ugye
a Vörösbor Fesztivál, de sokkal többről szól, mint a Vörösbor, mint általában a villányi fesztiválok. A Vörösbor csak az alapot adja meg, és persze nagyon jó alapot, a legjobb alapot. De akik ide villányra jönnek, és ma este is valószínű, vagy 20 000-en lesznek este a Ruzsa Magdi koncerten, azok azért jönnek ide, mert élményt akarnak. Villányon ilyenkor is élményt árulnak, vörösboros vagy rozés alappal. Kedves borrendek, hát nagyon köszönjük, hogy ismét megtiszteltetek minket ezzel a látogatással. Én nagyon köszönöm a rendezőknek, hogy ezt előre velem nem közölték. Na de hát így adódik az élet sorsa. Én azt gondolom, hogy itt mindenki nagyon sok mindent megtett azért, hogy ma itt biztonságban nagyon jól érezze mindenki magát. Boros pohár mindenki kezében szépen cseng. Ahol ez felhangzik, ott megszűnik a cseng. Szóval ne búsuljunk, lesz igazság elég. Reméljük az esküvőben, majd mindenki belép. Isten éltesse hát a város népét, kisbíró szövegem mostan leli végét. Kívánok sok jó bort és finom étket, a hétvégére jó szórakozás néktek. Vigadjon a város, apraja és nagyja, mulasson reggelig mindenki, ha bírja! Világváros részéről azt gondolom, hogy próbáljuk utolérni, vagy megugrani azt a nagyon magasra tett lécet, amit a borászok diktálnak itt Villányban. Azokkal az érzésekkel, azokkal az élményekkel távoznak Villányban, hogy ide minél többször és minél hamarabb vissza kell jönni. Azt a jó bort és a jóból bizony, nem elég csak egy pohár. S ha lenyelünk néhány kort mosolyt, abból nem lesz még majd talán. Én értek a szóból, de hol az a jó bor? Nekem ne mondd, hogy nincs tovább. Szeretem a borát, a cimborát, hát ígyünk az angyalát. A 7. éve járunk már. Nagyon gyönyörű ez a fesztivál. Mi vonz ide benneteket, István, igazából? Hú, hát először is egy nagyon jó baráti társasággal érkezünk. Azt hiszem, hogy 27-en jöttünk Tapolca a Veszprém környékéről. Tehát ez egy nagyon fontos szempont, hogy jó társaságba. Villány környéke, hát azért a gyönyörű vörösborok első körben. Azon kívül nyilván nagyon szép a környezet is, és hát nagyon jók a programok, nagyon szeretünk ide járni, nagyon jó szervezett rendezvényről van szó. Úgyhogy nekünk ez nagyon hamar belekerül a raktárunkba. Évről évre már lefoglaljuk a szállást, és próbálunk erre a hétvégére soha nem tervezni semmit, mert itt vagyunk mind a 3 napon. Mert több napos vendégek vagytok, jó érzitek magatokat, és vissza is jöttök. Minden évre. Igyekszünk minden évben visszatérni. Finomak a borok? Szépek a borok? Szép borok vannak, igen. Gyönyörű testes vörös borok. Ezek lenyűgözőek. Azért vigyázni kell ezekkel a borokkal, mert azért nagyon vicces borok, tehát nagyon szépek, testesek, itatják magukat. A határt meg kell találni, ugye? Azért mértékkel kell, főleg a hölgyeknek azért mértékkel kell fogyasztani. Jól fel van építve ez a fesztivál a könnyű zenei koncertekkel, a néptánccal, a folklórral, egy szóval szép vegyes a felállás, ugye? Nagyon. Megvan a hagyományos vonala is, és nyilván azért a nagyon népszerű, azért a top zenekarok mindig itt megtalálhatóak, tehát ilyen értelemben minden évben van részünk egy nagyon kiemelkedő koncertbe, amellett pedig mindig megkeressük ezeket a számunkra még új zenekarokat, akik talán itt futnak be, lehet ilyet mondani, nem tudom. De én itt ismerkedek meg egy-egy új zenekarral, akik még lehet, hogy kicsik, de lehet, hogy 5 év múlva meg már nagyok lesznek. Mindig elmondjuk így, ha valaki valamit vásárol, hogy ár-érték arányban megfelelő-e a történet, Villány megéri? Hát meg, szerintem bizonyítja azt, hogy évről évről visszajárunk, tehát szerintem a 7. alkalom, hogy itt vagyunk talán, igen. Tavaly nem tudtunk jönni, mert tavaly évben egy esett a Tapolcai Pisztráng és Bor Fesztivállal, és akkor azt választottuk, mivel az egy kicsit munka is, meg kicsit helyi, de amúgy minden évben mi itt Villányban vagyunk ebben az időszakban. Érezzétek jól magatokat! Köszönjük! Éjjel a kórusunk, és kívánja minden jó borra nekünk! Éjjel a kórusunk, éjjel! Villány a 35. Vörösbor Fesztiválnál tart, hogy szokták ezt mondani, polgármester, ezt meg kellett élni, ugye? Hát igen, meg hát majd meg kell élni a 36-at is, meg majd a 40-et, meg az 50-et, úgyhogy évről évre próbáljuk egyre magasabbra rakni a lécet.
jó itt körbenézni és látni ezt a hatalmas tömeget. Nagyon távol is érkeztek vendégek, persze a közelből is, Villány ilyenkor bevonza a turistákat. Igen. Most pont az előbb állítottak meg öt hölgy, akik jelezték, hogy ők már 15. alkalommal vannak itt folyamatosan nálunk, és Borsodból érkeztek, úgyhogy komoly távolságokat is leküzdenek a vendégek, akik Villányba érkeznek, úgyhogy nagyon örülök neki, hogy tényleg egész országos szinten érkeznek hozzánk. Mi a Villányi sikertitka? Röviden kifejteni nekünk? Hát röviden nem tudom. Azt gondolom, hogy az elmúlt jó pár évtizedben itt a Villányi borászok, vállalkozók tényleg olyan nagyon-nagyon elismerésre méltó munkát végeztek, folyamatosan halmozták az egyre nagyobb-nagyobb sikereket, hogy fölhelyezték arra a bizonyos térképre Villányt, és azt gondolom, hogy meglátva a munkájukat, és azt, hogy szinte hetente találkozunk újabb és újabb elismerésekkel, sikerekkel, hogy ez a fejlődés, ez töretlen. Úgy tetszett fogalmazni, hogy Villány legnagyobb ünnepe a Vörösbor Fesztivál. Mire alapozza ezt? Igen. Hát én azt gondolom, hogy ilyenkor már az évnek a sok-sok munkája, sok-sok kihívása azért nagyjából lezajlott, a szőlőművelésnek a végére értek a borászok, a szőlészek, a szőlők azok bekerültek már a pincébe, fel lettek dolgozva, jó néhány tétel akár egy rozé vagy egy fehér bor kapcsán akár el is készült, és itt lehet is már kóstolni. Ez miatt is azt gondolom, hogy így jó így a munka gyümölcsét így látni a mindenkinek, a borászoknak is, a településnek is. A Villányi borászatok és a vállalkozóknak a sikerei, azt gondolom, hogy az minden évben egy elismerésre méltó és egy olyan ünnep, amiről meg kell emlékeznünk, és hát ugye a veleje az egész a termék, a produktum, az pedig azok a borok, elsősorban a nagy testes vörös borok, ami tényleg nemzetközi sikereket is aratna folyamatosan. Tehát ez mind olyan dolog, ami azt gondolom, hogy évente egyszer ezen a Vörösbor Fesztiválon leginkább, ez egy komoly ünneplést érdemel, és hát igyekszünk a rendezvényt olyan keretek közé szorítani, hogy a lehető legjobb kikapcsolódást tudjuk nyújtani mindenkinek. Gere Attilával, Villányi ikonikus borászával nosztalgiázunk egy kicsit az egykori Vörösbor Fesztiválok elődje kapcsán. Hát ez egy kicsiből indult, és micsoda nagyság lett belőle. Hát igen, tegnap este is, amikor lejöttünk ugye itt a koncertre, és egy emberi végignézett a placon, tele volt. És akkor még kérdeztem a feleségemet, te mondom, anya, gondoltuk ezt valaha, hogy ennyi ember lejön ide Villányba? Kb. 6000 ember ott kint a placon, meg aztán, hogy fönn a főutcán, meg itt fönt, a boros strandokon mennyien voltak, azt nem tudom, mi akkor nem voltunk, de az biztos, hogy nagyon szépen kinőtte magát, és hát ez szerintem annak is köszönhető, hogy a gazdák komolyan vették a jó bor készítését. Benne van a verejtékes munkátok is, ugye? Hát igen, igen, de eleve az a minőség iránti elkötelezettség. Tehát csak oda mennek az emberek, és azt a bort veszik meg, ami minőségileg megfelel, és szeretik a bort. Mert a bor az akkor fogy, hogyha ízlik. Ha nem ízlik, akkor hiába mi csinálhatunk, amit akarunk. Azért itt benne van az emberi szubjektivitás is, meg az ízlésvilág. És úgy néz ki, hogy Villány ez egy nagyon jó úton halad. Megmennéd satszolni, hogy így a 3 nap alatt hány hektóbor fogy el ilyenkor Villányul? Hát ezt megsatszolni, az egy bátor dolog lenne, de sok, az biztos. Itt nem is annyira, hogy hány hektó, nem az, hogy hány mosolygós embert látok. Tegnap este is. És nekünk mindig az egy ilyen, nem azt mondom mérföldkő, hanem egy mérce, amikor ránézek a társaságra, ugye én azért 190 centi vagyok, tehát valamiért szintén rá tudok látni, és ennyi mosolygós embert nagyon ritkán lehet együtt látni. És az azt jelenti, hogy jól érzik magukat az emberek, jó bort ittak, most a kajával is nagyon jó el van látva tényleg a közönség, és mindenki szeret boldogan élni, jól érezni magát,
és ehhez ma itt nálunk villányban szerintem minden megvan adva. Egy szóval erről szól villány, ugye? Így van, ez villány. Van nekem egy rettenetes szokásom, ha bort iszom, a pálinkát kívánom. Az idei Vörösbor Fesztivál gyönyörű szép őszi időben zajlott. A borturisták és a térség fesztiválozói egyaránt jól érezték magukat. Töltekeztek az élményekkel és a felejthetetlen pillanatokkal. Minden úgy volt szép, ahogy az megtörtént. Villány örök emlék marad. Beleesett egy kis vény a poromba, nem veszem ki.